A legfontosabb a fűtésszezon megkezdése előtt, hogy a fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre. A házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek. A rendeltetésszerű használat és a megfelelő karbantartás mellett fontos a megfelelő tüzelőanyagok használata. Háztartási hulladékkal ne fűtsünk, mert azon túl, hogy tűzveszélyes, mérges gázok szabadulnak fel. Ha valaki csak 2 hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A gázüzemű berendezések esetében pedig mindenképpen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szénmonoxid mérgezések megelőzése érdekében a megfelelő levegő utánpótlás biztosított legyen. Magyarán, ha a kéményseprő azt tanácsolja, vagy a szakember, hogy ezt a szellőzőrácsot fel kell szerelni akár a fürdőszoba ajtóra vagy az ablakra, akkor azt nem azért teszi, mert a szellőzőrács gyártóval ő szerződést kötött, hanem azért, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, és az oxigén a levegő utánpótlása biztosított legyen. Magyarán szólva a sérülések, balesetek, vagy nehogy Isten a mérgezések elkerülhetők legyenek. A szakemberek a szénmonoxid érzékelők alkalmazását és megfelelő helyre történő elhelyezését is ajánlják, hiszen egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat. Az elmúlt fűtési időszak is rámutatott arra, hogy a szénmonoxid érzékelőkkel felszerelt lakások esetében kisebb sérülések vagy éppen időben jelzett szénmonoxid érzékelő hatására sérülések sem történtek, tehát abszolút egy biztonságérzetet ad az egyénnek vagy a családnak egyaránt. Ugyanakkor azt is el szoktuk mondani, hogy a 2 évente a kémények felülvizsgálata a gázüzemű tüzelőfűtőberendezések esetében ne maradjanak el. A vegyes tüzelésű kéményeknél ez évente kötelező. Családi házas övezetekben a lakosságnak időpontot kell kérnie a kéményseprőtől. Ezt a katasztrófavédelem honlapján és telefonon is megtehetik.